Sziasztok! Itt a következő díszítős videó. Az első volt ugye a G Grace Note. A Grace Note-okat veszük először, tehát a következő lesz az E Grace Note, vagyis az E díszítő hang. Megtekintjük a kottán. Ugye itt ugyanaz a koncepció van, mint a G-nél, csak egy másik újra csináljuk azt az effektet meg, hogy egy ilyen blip hangot belejátszunk két hang közé. A kottában látszik, hogy itt már nem a G, ugye a legfelső sor fölött van a díszítő hang, hanem az E sorban. Tehát ezek a kis E hangocskák azok, amikről beszélünk. És itt az első feladat az, hogy ezt a díszítést, ezt bejátsszuk a skála összes olyan hangja közé, ugyanazon hangjai közé, amikre rá lehet játszani ezt a díszítést. Ugye ez azt jelenti, hogy az E fölötti hangokra ezt nem lehet már játszani. Tehát a G-nél ugye sok olyan hang volt, amire ki tudtuk játszani, de az E-nél viszont már sokkal kevesebb lesz. Tehát tudjuk játszani egyszer a mély G-re, az A-ra, a B-re, a C-re és a D-re. Be is mutatom gyorsan akkor a mozdulatot. Ugye most nem a G-lyukat nyitjuk ki, mint az első a G Grace Note-nál, hanem az E-lyukat, az E-hangot játsszuk le. Fogom normálisan. Ugye a bal gyűrűs ujjunkkal fogjuk végezni a munkát. Tehát akkor nézzük az első sort, ugye a mély G hangok közé beszúrva. Ez az elcsuklás, igen. Lassan mutatva be, és a normál sebességgel így hangzik. Oké. A hangok közé. B. És D. Oké. E fölé nem tudunk ugye menni, az E hangra már ezt a díszítést nem tudjuk, az E-re arra tudunk G Grace Note-ot ugye játszani. Lesz még egy pár Grace Note, amit megtanulunk. Az egyszerűbb díszítéseket, azokat, ami nagyon gyakran előfordulnak a dologba, megtanuljuk, utána már lehet a dallamokat tanulni, hogyha tudjuk a skálát, meg az egyszerű díszítéseket. Akkor nézzük a második gyakorlást. Ugye az lesz, hogy a mély G-ről haladunk végig, az összes többi hangra ráváltunk. Az első sorban az A-ra váltunk rá, ugye hányszor? 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor. Nézzük meg. Tehát, bocsánat, először ugye lassan bemutatom a mozgást, itt ugye váltások vannak, itt már a mozgást bemutatom mindegyik sorba először, és utána gyorsan lejátszom. Először kinyitjuk a díszítő hangot, megcsináljuk a váltás mozdulatát, majd bezárjuk a díszítő hangot. Itt a kottában ugye a visszaváltásnál nem teszi bele az E-Grace Note-ot, de úgy is lehet csinálni, és akkor legalább a visszafele váltást is begyakoroljuk az adott hangra, nem csak a hangról el fele váltást. Tehát úgy mondom, hogy ugye mélygéről felmegyünk az A-ra egy E-Grace Note-tal, majd onnan visszamegyünk, ami a kottában ugye nincsen benne, visszamegyünk mélygére egy E-Grace Note-tal. Ezt lehet akkor gyakorolni, hogyha már a felfele váltás megy valakinek. Első sor normál sebességgel. Második sor. A mély G-ről most a B-re fogunk ráváltani. Ugyanúgy E-Grace Note váltás,
visszacsukás. Még második sor. Normális sebességgel. Ugye a lassú és a normál sebesség közt nyilván sok változat van még, fokozat. Azt, ahogy az agyunk képes, úgy kell a tempót növelni, nem szabad arra törekedni, hogy az ujjunk már gyorsan csinálja, de az agyunk még nem tudja azt a sebességet lekövetni. Akkor nem lesz sikeres a mozgás, és rosszul fogjuk megtanulni. Harmadik sor ugyanez, a mégéről a C-re. Negyedik sor pedig mély G-ről ugye a D-re. Úgyhogy először kinyitjuk az egrész notot, felváltunk, lecsukjuk. Nézzük. Következő ugye ugyanaz a játék, most az A-ról megyünk. És itt ugye az első sorban a mély G-re való lefele váltás lesz, tehát ha az előbb nem is játszottuk azt, hogy mindegyik föl- és leváltásra játsszuk a Y-rész nótot, most itt az alkalom erre is. Első sor. A-ról B-re. Gyorsan. Jó. Most az A-ról a C-re. Itt ugye két mozgás van már, föl kell emelni a két középső ujjunkat, és letenni a kis ujjat. Kis fokozatossággal, és akkor gyorsan így. Nézzük a D-t. A-ról D-re. Oké. Most a célról megy a váltás.
bocsánat, ez a B, most a B-ről. Az első sorban, hogy a C-re megyünk felfele. B-ről D-re. B-ről le A-ra. És B-ről le G-re. Ugyebár ennek a két ujjnak egyszerre kell leírni. Akkor nem lesz benne A, hogyha véletlenül a gyűrűs ujjjára leírjuk, akkor ott lesz egy A, amit nem akarunk, tehát egyszerre írjuk le. Okay. És már csak egy maradt ki, egy sorozat. Várjunk, nem egy maradt ki, mert a D-ről is lehet. Na mindegy, akkor most megnézzük a C-t, és itt is csak három sor van, de igen, mert a D-re váltás nem csinálja, pedig az is van. Na nézzük meg akkor, mi van a kottában első soron. Ott a C-ről vált a B-re, tehát C. Második sor C-ről A-ra. Két közös ujj lemegy, egyúttal a kis ujj fel. És C-ről még E-re. Itt a legegyszerűbb, csak letesszük vissza a két fent levő ujjat. Oké. Okay. És ugye van még az, ami nincs a kottában, hogy C-n vagyunk, és Y-résznóttal megyünk fel a D-re. Ilyet is lehet csinálni. Nem nehéz, de ez is benne van a mozgásban. Oda-vissza Y-résznóttal a lépés. Így, és akkor olyan kottan nem is találtam, vagy rajzoltam, ami
a D-ről való váltással mutatná be. Tehát most így kell. Először G-re, aztán ABC így fogunk váltani. Ára. Ne felejtsük el a kis ujjat ugye felvenni. B-re. És a C-re, ott meg csak az egy ujjam hozom. Ennyi. És akkor próbáljuk meg mondjuk válasszuk ki ezt az oldalt, az egyik oldalt, játsszuk úgy, hogy ahogy itt a kottában van először, metronommal, csak a rendkedvére gyakoroljuk, mert végülis ez lenne a következő fázisa a gyakorlásnak. Azt mondja, hogy kettes metronomot állítunk be, két ütem, így, és akkor itt A-ról kell váltani, elsősorban B-re, G-re, aztán második sorban B-re, utána C-re és D-re. Első gyakorlásnál csak azokra a hangjegyekre játszok tisztítést, ami a kottában is úgy van. Aztán meg majd oda-vissza. T-re. És D-re. És most oda-vissza. Jaj, bocsánat, B-ről csináltam mindent. Előről. Thank you.
és így tovább. Tehát ezt lehet gyakorolgatni, bármelyik váltásnál oda lehet tenni képzeletbe a visszafele váltáshoz is az Egress Note-ot, és akkor gyakorolni, akkor lesz tökéletes. Következő lesz a Egress Note, annál ugye még kevesebb változat van, mert ott még lejjebb levő díszítő hang, azt már csak három másik hangra tudjuk rájátszani. És akkor még utána lesz egy Grace Note-os ilyen lecke. Aztán egy másik fajta díszítéseket tanulunk. Utána azok olyan díszítések lesznek, amik ugye nem egy magasabb hangot tesznek két hang közé, hanem egy mélyebbet, azok a strike-ok lesznek. És aztán lesz egy néhány olyan díszítés, ami ilyen kicsit kombináltabb, bonyolultabb. És el is jutunk addig, hogy kezdő egyszerű dallamokat már le fogunk tudni játszani, mert azok a dallamok csak olyan díszítéseket tartalmaznak. Köszönöm a figyelmet, kitartást a gyakorláshoz!